Csütörtökön a Kiskunhalas és a Pécsi VSK ökölvívói látogattak Bajára, a Felsővárosi Ökölvívó Klub meghívására, egy kis baráti sparingolásra. Mi már többször voltunk náluk, és akkor most megtiszteltek minket, és szorgalmazni fogjuk, hogy minél többet összejárjunk, és hát meg szeretném majd őket hívni, és amit majd ugye decemberben akarunk csinálni itt egy pofonpartit Baján, első ízbe, és hát szeretnénk meghívni minél több klubot, ahol boxolnak majd a kicsiktől kezdve a felnőttek, lányok. Hogy szeretnénk egy jó karácsonyi ilyen pofonpartit csinálni. A pécsiek vezetőedzője, a többszörös válogatott és Európa-bajnoki helyezett Alvis Gyula két felnőtt versenyzővel és két lányjal érkezett. Ez már egy régi bevált szokás lesz, hogy több egyesület meglátogatja a másik egyesületet. Na, általában házon belül már mindenki ismer mindenkit, és ez már teljesen megszokottá vált. Kell egy kis új vért belerakni a rendszerbe, tehát hogy új arcokkal bunyózzanak. Ez a fejlődés, ez a célja az egésznek, hogy így fejlődjenek a gyerekek. Hogy ez mennyire volt hasznos az a mai látogatás? Megfelelők voltak az ellenfelek? Hogy teljesen megfelelő pont. Én már gyakorlatilag azért mi megbeszéljük telefonon, hogy ki és milyen súlycsoportokat hozunk egymásnak, és gyakorlatilag tudjuk, hogy abban a súlycsoportban lesz-e valaki, nem úgy érkezünk, hogy vagy lesz valaki, vagy nem. Nem csak egyenesen dolgozunk. Porogga is fölütés, aláverj ilyenkor, jobb fölütés. Egyenes, úgy és utána rá jobb felütés. Úgy járad, mozgasd, állandóan mozgasd. Ne hátrafele, oldalra mozogjál. Pécs első ízbe jött hozzánk, ővelük is nagyon jó kapcsolatunk van, és ápoljuk azt, hogy maradjon is. Amit láthatod itt, az elég kemény küzdelmek voltak. Felnőttekkel csapattak össze a juniorok, az ifik is, és hát ami nagyon fontos, hogy a lányaink is tudtak boxolni, mert jövő héten megyünk Hódmezővásárhelyre. 51 kilóba Farkas Judit indul felnőtt nőbe, a női mezőnybe, illetve Szatmári Petra 75 kilóba fog junior mezőnybe indulni Bajáról. És akárszor visszajött, megint kim volt a fejed. Még együttésnél is úgy lépte vissza, hogy kim volt a fejed. Azt hiszem, hogy vége. Nincs, nem volt vége. Érte? Minden ütés kombináció után száll. Örülünk, hogy itt vagyunk egyébként, és olyan jó körülmények között vannak a bajai boxolók. És az edző nekem mondta, hogy van egy kis gondja, ezek a pénzügyi támogatások nem az igaziak. Az egész dolgot, az egész ökölgő szakosztály önállóan finanszol, az ehhez kéne egy kis segítséget. Nem tudom, milyen támogatók kellene megkeresni az ügyben. De ez kár lenne, ha ez így abban maradna, mert nem tudja a hős, hogy meddig tudja ezt anyagilag finanszolni saját zsebből. Ugye most benne vagyunk ebben az MVM programba. Hála jó Istennek, közel 20 gyerek, 20 pici gyerekem van, akik szorgalmasan járnak edzés, ezért az Egyesület szombaton meglepi őket, elviszem őket Budapestre, Tropikáriumba, ahol megnézzük az állatokat, és hát a gyerekek érezzék azt, hogy a sport ez ad is nekik valamit. Én nagyon örülök, hogy egyre több ilyen kicsi gyerek jön hozzánk, és ingyen bérmentve edzhetnek, amit már elmondtam neked is, hogy nagyon nagy gondot fordítunk arra, hogy ezek a gyerekek kiemelkedjenek a szegénységbe, és a sport által ki tudjanak emelkedni. Gálos Tamás továbbra is várja a boxolás után érdeklődő 10 és 14 év közötti gyerekeket, akiknek, mint elhangzott, az edzési lehetőség továbbra is díjtalan. Jelentkezni hétfőn, szerdán és pénteken délután 4 órától lehet a Volt Központi Általános Iskola tornacsarnokában.